Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. január 3-án este 7 órától. Kezdünk! Lecsere, még január 15-ig lehet jelentkezni az ingyenes programra. Sóstógyógyfürdők, sikeres évet zártak a nyíregyházi fürdők. Karácsonyfáért ajándék, tegyünk együtt a szebb és zöldebb környezetért. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Még január 15-ig lehet jelentkezni az ingyenes lakossági lecsere programra. Ismételt meghirdetésének oka többek között az volt, hogy már az elsőnél is nagy volt az érdeklődés, így annak, akinek nem sikerült regisztrálnia, most újból megteheti a lecsere.hu weboldalon. Emellett ezen fényforrás használata mind gazdasági, mind környezettudatossági szempontból előnyös lehet a nyíregyháziaknak. December 1-én indult újra az ingyenes lakossági lecsere program. A Szájebb energiakereskedő cég és az önkormányzat először nyáron hívta fel a figyelmet a lehetőségre. Ennek eredménye volt, hogy közel 3600 regisztráló több mint 44 ezer darab ingyen LED fényforrást vihetett haza november 22-éig. A programhoz való csatlakozás mind környezettudatossági, mind gazdasági megfontolásból történt. Aki LED fényforrást használ háztartásában is, nagy megtakarítást ér el. A fényforrások ugyanis 90%-kal kevesebbet fogyasztanak, mint az eddigi világító eszközök, így akár 90%-os megtakarítást érhetünk el a villanyszámlában. Erről még nyáron számolt be Meixner István, a Szájebb kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatója, aki hozzátette, a kedvezőbb villanyszámla mellett a LED-ek nagy előnye, hogy akár 10 éves élettartamuknak köszönhetően használójuk sokkal kevesebb hulladékot termel, így akár több száz tonnától menthetjük meg a várost károsanyag kibocsátás tekintetében. Ez fontos része a városfejlesztési programnak is. A kormány 2020-ban szavazta meg az EKR törvényt, mely azt tartalmazza, hogy minden energiakereskedő cég, mint a Szájebb, kötelezett arra, hogy energiahatékonysági megmozdulást kezdeményezzen. Az ismételt programra január 15-ig lehet jelentkezni a lecsere.hu weboldalon. Az adatok kitöltése után a rendszer az éves áramfogyasztás, az izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy egy adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult. Ezek maximális száma háztartásonként 65 darab, de minden regisztrált nyíregyházi lakos kaphat. A folyamat pár perc alatt teljesíthető, érdemes előtte meggyőződni arról, hogy a háztartásban milyen foglalatú izzók vannak. Az eszközön, ahonnan a regisztrációt végzik, fontos, hogy meglegyen a személyigazolványnak, lapcímkártyának a digitalizált változata, mert ezeket valamint két havi villanyszámlát csatolni kell. Dr. Kovács Ferenc polgármester a programmal kapcsolatban több ízben azt nyilatkozta, hogy ez illeszkedik a városvezetés által szorgalmazott környezettudatossági intézkedésekhez. Ebbe tartozik még többek között a levegőszennyezettséget mérő rendszer felállítása, a folyamatos zöldítése a polgármesteri fásítási program keretein belül, az energetikai felújítások, a napelemek, valamint a gázüzemű buszok üzembehelyezése. Közel 360 ezer vendég látogatta meg a sóstói tó- és parkfürdőt, valamint az Aquarius élményfürdőt 2023-ban az energiaválság és a kedvezőtlen nyári időjárás ellenére is. Számos újítást vezettek be a tavalyi évben, bővültek a szolgáltatások, ráadásul tovább jelzi az intézmény sikeres szereplését, hogy az élményfürdő tavaly ismét 5 csillagos minősítést kapott. A 2022-es év szinte felülmúlhatatlannak tűnt a sóstói fürdőkben a vendégszámot tekintve. A nyár akkor igazán forró volt, szinte végig a strandidő uralkodott. Emellett jellemző volt a Covid utáni felszabadultság, ami miatt sokan látogatták a létesítményeket. 2023 egy nehéz időszak volt az energiaválság következtében, ráadásul a nyári időjárás sem bizonyult kedvezőnek, ez júniusban volt leginkább érezhető. Ennek ellenére tavaly sikerült elérni a tavaly előtti számokat a látogatottság tekintetében.
Az élményfürdőben és a parkfürdőben összesen 320 ezer vendéget fogadtunk ebbe az évben, a Tóstrandon pedig 30-33 ezer vendéget. A Tóstrandnak a forgalma az egy nagyon picit elmaradt a tavaly évtől, ugye ott sokkal nagyobb hatással van az időjárás, hiszen hideg időben, esős időben oda kevesebben mennek, de sikerült szerencsére ezt a veszteséget, amit a tófürdőn elszenvedtünk, itt az élmény és parkfürdőbe kompenzálni. A melegebb évszakokban a tó és parkfürdő a legnépszerűbb, utóbbi nyáron az élményfürdővel egybenyitva üzemel. Így akár egy napközben kialakult kedvezőtlen időjárás esetében a vendégek behúzódhatnak a fedett részre. Szeptembertől már csak az akváriuszt lehet látogatni, melynél számos újítást vezettek be. Mindennapossá tettük az ingyenes szauna programokat, nyugdíjas napokat hirdettünk, korábban csak egy nap volt, amikor a nyugdíjas vendégeink kedvezményesen látogathatták a fürdőt, ezt most kettőre növeltük. Csináltunk két akciót, amiben külön lehetett jegyet vásárolni a termál részlegre, aki csak ezt szerette volna igénybe venni egy nagyon kedvezményes áron, illetve bevezettünk új szolgáltatást is, a szombat esti éjszakai szaunaprogramokat, amik már az első pár alkalommal is nagyon nagy sikernek örventek. Ezt egyébként folytatjuk a közeljövőben is. Ráadásul elindítottuk az online jegynek is az értékesítését, ami úgy néz ki, hogy elnyerte a vendégeknek a tetszését. Ennek is a további népszerűsítését a következő évben majd célként tűztük ki magunk elé. Romániából, Szlovákiából és Lengyelországból is rendszeresen érkeznek a fürdőbe, mely a város fontos turisztikai attrakciója. Sok belföldi turista választja ezt a kikapcsolódási formát Sóston, de a vezérigazgató elmondta, a nyíregyházi vendégszám is növekedett, melyet személyes célként fogalmazott meg, mikor nyár közepén kinevezték a társaság élére. Természetesen folyamatosan mérik a vendégeknek az összetételét, nyíregyházi, nem nyíregyházi, külföldi, a külföldön belül, hogy melyik országból érkeztek a vendégek. Alapvetően nagy változás nincsen az elmúlt évekhez képest. A szerencsére kimondható, hogy a külföldi vendégek is elkezdtek visszatérni, hiszen a Covid időszaka alatt az ő létszámuk azért megcsappan, de úgy néz ki, hogy így a Covid után szerencsére a külföldi vendégek is visszatértek. A jó visszajelzések közé tartozik az élményfürdőben, hogy 2023-ban ismét ötcsillagos minősítést kapott. Az új minősítési rendszer keretében a nyíregyházi volt az egyik első fürdő, mely ötcsillagos minősítést szerzett egy másik Sárváron található intézmény mellett. Ez abszolút egy szakmai díj, vagy egy szakmai minősítés, ami méri a szolgáltatásokat, méri a tisztaságot, mér olyan üzemeltetési kérdéseket, aminek meg kell, hogy feleljünk, vízminőséget, takarítási protokollt, karbantartási rendszer, tehát sok szakmai dolgot mér. Én úgy gondolom, hogy a vendégszámnak a növekedésével bizonyítható az, és látható az, hogy jó szolgáltatást adunk a vendégeknek, és ezzel a díjjal pedig bebizonyosodott az, hogy a szakmai elvárásoknak is tökéletesen meg tud felelni az élményfürdő. Matavovszky Dániel kiemelte, az eddig bevezetett újításokat igyekeznek színesíteni, bővíteni, és bizakodva tekintenek a 2024-es évre. Január 6-ától várják a nyíregyházi hulladékudvarokban a fenyőket, a vágott és földlabdás növényeket egyaránt. A beszállított karácsonyfáért nyereményszelvényt ad az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A lakosságnak, amivel egy sorsoláson vesznek részt és ajándékokat nyerhetnek. Az akció mottója idén is a Tegyünk Együtt a Szebb és Zöldebb Környezetért. A lakások, intézmények és közterületek dísze a karácsonyfa az év végén, sokan választják a hagyományos vágott növényeket, de egyre több a földlabdás fenyő is. Utóbbi előnye, hogy nem kell kilopni karácsony után, hanem el lehet ültetni a kertben. Annak érdekében, hogy a vágott fenyők ne a kukák mellett végezzék az utcákon, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata és a Nyír VV idén is meghirdette a karácsonyfa gyűjtő akcióját. Azok, akik földlabdás fenyőt vásároltak, de nem tudják hova elültetni, őket is várják a hulladékudvarokban. A növényekért nyereményszelvényeket ad a társaság. Ezekkel értékes ajándékokat lehet majd nyerni a január 20-ai sorsoláson, amire 14 órától a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban várják a lakosságot.
A fenyőket január 6-ától 20-áig, hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig, szombaton 8 órától 14 óráig veszi át a társaság. Pár évvel ezelőtt bevezettük a gyökeres fák begyűjtését is, amit úgy szintén a hulladék udvarokba kell beszállítani, és itt 4 sorsjegyet adunk, valamint vásárlási utalványt, amit a szerződött partnereinknél lehet levásárolni. Ezeket a gyökeres fenyőfákat a NyírVV a saját területén egy picit aklimatizálja, hogy kikerültek a lakásból, ne rögtön beültetésre kerüljenek, hanem bizonyos eljárásnak teszik ki ahhoz, hogy a fenyőfák megszokják az új klímát, és az első adódó alkalommal, amikor lehetséges, akkor a bújtoson már erre a célra kialakított fenyőfa ligetben kiültetése kerülnek, már elég sok fa található ebben a ligetben. Lakosság megszokta ezt az akciót, nagyon sok fa bekerül hozzánk a hulladék udvarokba, és hát rendezett körülmények kerül utána később feldolgozásra. Az akció mottója idén is a Tegyünk együtt a szebb és zöldebb környezetért. A kezdeményezés ezen a héten szombaton indul. Január 6-a vízkereszt, a hagyományok szerint a legtöbben ezen a napon bontják le a karácsonyfákat. Vízkereszttel lezárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsangi időszak. Az ünnepi időszakot követő téli szünetben is hosszabb nyitvatartással várja a korcsolyázókat a Nyíregyházi Városi Jégpálya. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Elütöttek egy gyalogost keddeste a Rákóczi úton. A középkorú nő nem a kijelölt gyalog átkelő helyen kívánt átkelni, így keletkezett a baleset. A gyalogos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Szabálytalan sávváltás következtében összeütközött két személygépkocsi a Bethlen Gábor utcán. Személysérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. A rendőrség intézkedett az ügyben. Korlátok felszerelésével igyekszik megúvni a közvilágítást biztosító oszlopokat a város különböző pontjain a NyírVV. Szerdán a Nád utcán szerelték fel a védőkorlátokat. Csatorna mosást és tisztítást végez a nyírségvíz a Móricz Zsigmond utcán. Az elmúlt napokban nagy mennyiségű csapadék hullott a városban, ezért van szükség a munkálatokra. Az ünnepi időszakot követő téli szünetben is hosszabb nyitvatartással várja a korcsolyázókat a Nyíregyházi Városi Jégpálya. A 2018-ban nyílt létesítmény népszerűsége töretlen. Nem ritka, hogy 5-600-an is korcsolyáznak egy-egy este, de a helyi jégkorong csapatok is használják a pályát, illetve meccseket is rendeznek. Rengetegen korcsolyáztak a novemberi nyitás óta a Nyíregyházi Városi Jégpályán, kicsik és nagyok egyaránt várták már az idei szezont. A 2018-ban nyitott létesítményben 1800 négyzetméteres a jégfelület, lelátóval felszerelt, fűtött öltöző és büfé is a vendégek rendelkezésére áll a hét minden napján. Az ünnepi időszakot követő téli szünetre pedig hosszabb nyitvatartással készültek. Nyilván alkalmazkodtunk a meghosszabbított téli szünethez, úgyhogy a következőkben is arra biztatom minden középiskolást, általános iskolást, hogy látogasson ki a jégpályára. Egész napos nyitvatartással biztosítjuk a korcsolyázás és a téli sportok feltételeit, és természetesen rengeteg olyan programot szervezünk még az elkövetkezendőnkbe, mint például volt ez az évvégi partünk is. Folyamatosan tájékoztatjuk a közösségi média felületein az érdeklődőket, és bízva mondom, hogy keressenek minket. A városi jégpályán a korcsolyákat lehet élesztetni, illetve akinek nincs saját korija, kölcsönözhet is. A város több iskolája tartotta itt a téli időszakban a testnevelés óráit a korábbi években. A téli szünet után napközben erre ismét van lehetőség. Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője azt is elárulta, amennyiben kedvezőek lesznek az időjárási körülmények, március végéig tart nyitva a jégpálya. Két lépésben emeli a MOL a benzinárát januártól. Még tavaly júliusban derült ki, hogy a pénzügyminisztérium az uniós előírásokhoz igazodva január 1-től kénytelen megemelni a jövedéki adót, így 41 forintos drágulásra kell számítani a kutakon január 15-e után.
Az elmúlt 2-3 évben rengeteg változás befolyásolta a benzinárát, és különböző szabályok voltak érvényesek a kutakon. A koronavírus első hullámának idején, 2020 áprilisában például történelmi csökkenést tapasztalhattak az autósok. Akkor a benzin literenkénti átlagára 290 forint volt. Ilyen olcsó 2010 április óta nem volt az üzemanyag. Aztán volt időszak, hogy napi tankolási limitet vezettek be a benzinkutakon. Hosszú hónapokon keresztül 480 forinton rögzítette a magyar kormány a benzin és a gázolaj árát. De volt olyan szabály is, amikor a magánszemélyek más árakon tankolhattak, mint a céges kocsit vezetők. Azt tavaly július óta lehet tudni, hogy az uniós előírásokhoz igazodva 2024. január 1-től a jövedéki adó miatt jelentős áremelkedésre kell számítani. Az unió szabályozás szerint a benzin és a gázolaj literenkénti ára a tavalyihoz képest bruttó 41 forinttal emelkedik. A MOL azonban úgy döntött, hogy január 15-ig a drágulásnak a felét kell megfizetni. A bruttó 41 forintos emelés pedig két részletben jelenik majd meg az üzemanyagárakban. A legtöbb autós azonban úgy nyilatkozott, a járműveket az áremelkedés ellenére sem fogják letenni. Nagyon nem örülök neki ennek az emelésnek. Egyrészt megvisel, gondolom, mindenkit. Az én szemszögemből nekem folytatnom kell a munkát, úgyhogy ez nem fog befolyásolni. Nem jó, de nem tudok mit csinálni. Tehát most nem mondom, egyedül vagyok, mert nagyon sokan vagyunk, akik nem értünk fel egyet. De ha valaki tovább akar, tehát magyarán mondva a tevékenységet folytatni, akkor annak muszáj tankolni és menni. Már volt sokkal drágább is az üzemanyag szerintem, mint amennyi lesz most. Arra az igazság, már mindenhova autóval megyünk, a szomszédhoz is, ez biztos, hogy meg fog változni. 100%-ig vagyok benne. A fogyasztók érdekeit figyelembe véve két részletben érvényesítik a kötelező jövedéki adó emelést, az első emelésre január 1-én, a másodikra pedig nagyjából január 15-én lehet számítani. Erről a MOL magyarországi kiskereskedelmi igazgatója beszélt december végén. A holtankoljak.hu adatai szerint a szerdai átlagárak így alakultak a kutakon. Egy liter 95-ös benzint 561 forintért lehetett tankolni, a legdrágább helyen pedig 649 forintért. Ahogy az oldalon is írják, lakossági szempontból jól indul az év az üzemanyagárakat tekintve. Péntektől a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 10 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára a héten nem változik. Ismét Nyíregyházán lehet február végén a fedett pályás atlétikai magyar bajnokság. Az elmúlt esztendőkben rendre az atlétikai centrum adott otthont a bajnokságnak, és a tervek szerint 2024-ben is így lesz. Sőt, a korosztályos bajnokság házigazdája is a megyeszékhely lehet. Az atlétikai centrum népszerű a határon túl is, így legutóbb ciprusi sportolók edzőtáboroztak Nyíregyházán, de a létesítményben lesz a szlovák regionális bajnokság is, és Csehország is bejelentkezett, hogy szeretne itt tartani egy versenyt. Az atlétikai centrumban minden feltétel biztosított ahhoz, hogy a sportolók felkészüljenek, illetve versenyezhessenek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Míg január 15-ig lehet jelentkezni az ingyenes lakossági lecsere programra. Ismételt meghirdetésének oka többek között az volt, hogy már az elsőnél is nagy volt az érdeklődés, így annak, akinek nem sikerült regisztrálnia, most újban megteheti a lecsere.hu weboldalon. Emellett ezen fényforrás használata mind gazdasági, mind környezettudatossági szempontból előnyös lehet a nyíregyháziaknak. Közel 360 ezer vendég látogatta meg a sóstói tó- és parkfürdőt, valamint az Aquarius élményfürdőt 2023-ban az energiaválság és a kedvezőtlen nyári időjárás ellenére is. Számos újítást vezettek be a tavalyi évben, bővültek a szolgáltatások, ráadásul tovább jelzi az intézmény sikeres szereplését, hogy az élményfürdő tavaly ismét 5 csillagos minősítést kapott. Január 6-ától várják a nyíregyházi hulladékudvarokban a fenyőket, a vágott és földlabdás növényeket egyaránt. A beszállított karácsonyfáért nyereményszelvényt ad az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A lakosságnak, amivel egy sorsoláson vesznek részt és ajándékokat nyerhetnek. Az akció mottója idén is a tegyünk együtt a szebb és zöldebb környezetért. A nyíregyházi televízió híradóját látták.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!